Az Aranyeső Alapítvány az egészséges emberért ebben az esztendőben is folytatta misszióját. Küldetésük a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, nehéz helyzetű közösségek, családok, elesettek támogatása. Ezúttal az általuk fenntartott hétpettyes óvodába invitálták meg támogatóikat, hogy egy különleges gasztronómiai esten köszönjék meg segítségüket. Az alapítványunk 22 éve működik, és ebből közel 15 éve támogatunk országszerte olyan sérült gyerekeket, akik családban élnek, de nyilván mindannyian tudjuk, hogy bár remélhetőleg senkinek nincsen személyes tapasztalata, de mindannyian tudjuk azt, hogy ez egy óriási áldozat, ez általában egzisztenciálisan is, és lelkileg is egy hatalmas teher, amit hosszú-hosszú éveken keresztül kell vinni. Mi apró dologgal tudunk ebben segíteni, és ez egy pénzügyi támogatás, meg egy kis karácsonyi hozzájárulás. Hogy a segítő barátok is megmerítkezhessenek az olasz ízek világában, arról Bence Viktória, a Wikitalia megálmodója gondoskodott, aki varázslatos toszkánai ízemlékekkel várta a megjelenteket, hogy azok a kóstolók láttán felkiálthattak: Mamma mia! Azért is egy nagy ünnep, mert tulajdonképpen evel tudunk segíteni a beteg gyermekeken, és azért is választottuk ezt az alapítványt a kollégámmal, Bálint Lászlóval, mert anno 14 évvel ezelőtt a gyermekem is ebben az óvodában tanult, nőtt fel, és öröm, hogy tulajdonképpen most visszatérhettem több év külföldi távollét után, és támogathattam ezt a kezdeményezést, és támogathatom az óvoda által támogatott beteg gyerekeket. A bensőséges hangulatú estre Bálint László nemzetközi borakadémikus hozta el nemes nedűit, mint egy bizonyítva, hogy az angol és magyar nyelvű szőlészeti és borászati kurzusok mellett gyakorlati oldalon is mestere választott hivatásának. Nem is volt kérdés számomra, amikor Viki felajánlotta a lehetőséget, hogy jöjjek egy borkóstolót tartani, hogy ezt elvállalom, és azonnal igent mondtam, és természetesen pro bono végzem ezt a tevékenységem. Egy pezsgő előadást fogunk most tartani, pezsgő kóstolót és a pezsgőhöz társított ételeket fogjuk bemutatni a résztvevőknek, és azért döntöttem úgy, mert fontos adni. Mert ha az ember ad, akkor szokott kapni is, és ez egy ilyen oda-vissza működő történet. A hangulatos gasztroesten a jószándékú támogatóknak köszönhetően karácsonyra 700 000 forint gyűlt össze a nehéz sorsú családok megsegítésére.